Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Kultúra napján. Lassan 200 évvel ezelőtt ezen a napon írta meg 1823-ban Kölcsey Ferenc, illetve ezen a napon fejezte be nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Erre emlékezve 1989 óta ünnepeljük a Kultúra napját. Ilyenkor településünkön a kulturális díjat szoktuk átadni. Ezért felkérem városunk polgármesteré Gyurica Lászlót, hogy tartsa meg ünnepi beszédét és ismertesse a díjazottakat. Tisztelt ünneplők, szeretettel köszöntöm Önöket. Hát idén engem ért az a megtiszteltetés, hogy átadhatom a Kultúra napi alkalmából a kitüntetést, a díjazást a Kerepesi Művelődési Kör képviselője számára. Egy roppant érdekes élményben volt ma reggel részem, és ezt a élményt közvetlenül tárban is szeretném majd átadni a díjazottnak. Igen, furcsa volt, ugyanis ma reggel a kb. Egy évvel ezelőtt elhunyt Szász Andor bácsinak egy ajándékát kaptam meg, egy olyan könyvet, amit 1988-ban Kerepesről írtak, és úgy gondoltam, hogy ennél szebb és emlékezetesebb ajándék a szokottakon kívül nem lehet ezen a napon, úgyhogy szeretném felkérni a művelési kör képviselőjét, akkor szeretném átadni azt az ajándékot, amit első körben ma reggel Szász Andor bácsitól kaptunk, és azt a díszoklevelet, amit ilyenkor át szoktunk adni, fogadja szeretettel, és nagyon szépen köszönjük azt a munkát, amit hosszú ideje a város kulturális életéért tesznek. Köszönjük szépen! Ja, igen, bocsánat, igen. Pár szót szeretnék mondani. Nagyon szépen köszönjük ezt a díjat, és örülünk, hogy jelöltek minket erre a díjra, és szeretnénk továbbra is a kultúráért tevékenykedni, reméljük, hogy szükség lesz ránk, és töretlen jó kedvel tudjuk tovább folytatni a munkánkat. Még egyszer nagyon szépen köszönjük. Most pedig szeretném felkérni Nagy Irén képviselő asszonyt, hogy méltassa egy pár gondolattal a művelődési kör múltját és jelenét. Kedves kerepesiek, engem ért az a megtisztelő feladat, hogy bemutassam a művelődési kört, akik 2021-ben elnyerték a Kerepes Kultúráért díjat. A művelődési kör 1990-ben alakult Weber Gábor, akkori művelődési házvezető kezdeményezésére. Azzal a céllal, hogy településünkön a közösségi élet kialakuljon és fellendüljön. Weber Gábor aktív szervezésének köszönhetően közel 30 fő csatlakozott a kezdeményezéshez. A közös munka első nagy eredménye a művelődési ház, a jelenlegi családsegítő udvarán felépült sátor, később szabadtéri színpad, ami alkalmas volt nyári rendezvények megszervezésére. Fontos mérföldkő volt a csoport számára, mikor Franciaországból egy felnőtt tánccsoport érkezett hozzánk. A vendéglátás és közös programszervezés a tagok részvételével valósulhatott meg. Innentől nyílt lehetőség arra, hogy a későbbiekben a mi tánccsoportunk is eljuthasson Franciaországba. A művelődési kör kezdeményezéséhez köthető az ifjúsági tánccsoport megalakulása is. Hosszú éveken keresztül együtt járták a környező országokat. Bemutatták a kerepesi hagyományokat és kultúrát, Németországban, Erdélyben, Lengyelországban, Görögországban, majd Szlovákiában is. Ezekből a nemzetközi fellépésekből alakulhatott ki később a testvérvárosi kapcsolatok. A lelkes, lokárpatrótia csapat legaktívabban Zombori Hubertné művelődési házvezető munkássága idején teljesedett ki. Ekkor már szervező, segítő
és tevékeny jelenlétük megszokott, és nélkülözhetetlen volt a nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon, szüreti felvonulásokon és bálokon. Az ő kezdeményezésükre jött létre az első mindenki karácsonya ünnepség a Szentháromság szobornál, és azóta is aktív résztvevői, valamint szervezői ennek a minden évben megrendezésre kerülő eseménynek. A csoport számtalan rendezvényt és tábort szervezett. Házhoz megy a Mikulás, hagyományőrző játszóház a Kék Klubbal, nyári tábor gyerekeknek, húsvéti játszóház Horváth László közreműködésével. A tagok számára mindig fontos volt a jó kapcsolatok kialakítása, fenntartása a mindenkori művöldési ház vezetőjével, valamint a település többi csoportjaival és szervezeteivel. Az elmúlt 30 évben folyamatosan részt vettek a város kulturális életében. A tagok személyisége és igyekezete mindenkiben elismerést és szimpátiát vált ki, önkéntes munkájuk pedig példaértékű. A művelődési kör bár mára már kevesebb létszámmal, de ma is fennálló és rendszeresen összejövő kis csapat, mely töretlen lelkesedéssel folytatja eddigi munkáját. Gratulálok én is a munkájukhoz, és kívánok nagyon jó egészséget a további lehetőségekhez. Végezetül tekintsük meg azt a kis riportfilmet, amit készítettünk a művelődési kör tagjaival. Na de hát a pohárból nem csak egy pohár lesz, hanem már az utóbbi időben már igen nagy vendégséget is csinálnak. Régebben meg csak borral, meg kalácsal kínálta. No, utána aztán, mikor ez a hivatalos vendégség megvan, akkor fölülnek a kocsikra, lóhátokra, és akkor hát vonulnak végig a faluba, és egyes helyeken megállnak, ugye, ahol aztán ugye táncolnak, mulatnak, ott a falu, annak a környéknek az utcái mind oda kivonulnak, és hát végignézik ezt a mulatságot. A Kerepesi Művelődési Kör tagjai kicsit nosztalgiáznak. Egy olyan filmet néznek most a tévében, amit a Duna TV készített még 1994-ben. Ennek kapcsán beszéljünk arról, hogy hogyan, mikor alakult meg a művelődési kör, kikből. Egyáltalán nem egy bejegyzett szervezetről van szó, hogy jöttek össze? Mai napig sem. 1990-ben indult a művelődési kör Weber Gábor szervezésébe. A célja az volt, hogy a községben élő, munkálkodni akaró emberek együtt közösen tegyenek valamit a kultúráért. Kezdtük azzal, hogy a régi művelődési háznál, ahol ami ma a családsegítő, sátrat építettünk, kibetonoztattuk az ajzatot, mert nem volt olyan termünk, ahol bálokat lehetett szervezni, majd később szabadtéri színpadot építettünk hozzá. Akkor körülbelül olyan 30-35 fő létszámmal indultunk, de aztán egy-két év alatt lemorzsolódott a társaság, mert rájöttek, hogy ez nem egy gittegylet, hanem dolgozni is kell. És egy olyan 10 fő maradt meg ebből a társaságból, 3 férfi ember és 7 hölgy. Az itt látó hölgyek, hát a férfiak már közben elmentek a köreinkből, Oravec Mihály, Barka Tibi és Molnár Ferenc. Aztán 92-től Zombori Hubertné Pap Márta került a művelődési ház élére, és ő nagyon jól élt azzal a lehetőséggel, hogy van ez a művelődési kör, és közösen szerveztünk programokat, rendezvényeken vettünk részt, úgy, mint hosteszkedtünk, tehát felszolgáltunk, a báloknál büfét vezettünk, annak idején még ez megengedhető volt, rendezvények megszervezésébe, lebonyolításába segítettünk, jegyeket szedtünk, takarítottunk, tehát minden elképzelhető dolgot, amit a közművelődés dolgos hétköznapjai megkívánnak, mindezeket a művelődési kör a mai napig is teszi. Ugye ez már a későbbiekben úgy alakult, hogy
nemzetiségi fesztiválokon vettünk részt, nyugdíjas klubok rendezvényein, és mindig a háttérbe dolgoztunk, tehát nagyon sokan itt a városban nem is tudják, hogy ez a művelődési kör létezik. Ugyanis soha nem álltunk ki a színpad elejére, és mutogattuk magunkat, hogy mi vagyunk a művelődési kör, és értetek dolgozunk. Nem, mi mindig a háttérbe tevékenykedtünk. Szüreti bálokat rendeztünk. Zombori Hubertné volt Pap Márta, aki az ifjúsági tánc csoportot létrehozta, nagyrészt a mi gyerekeinkből, majd bővült ez a társaság. Nagyon sokan beléptek, mert a végén ilyen 15-20 fős társaság lett belőle, és ebből későbbiekben alakult ki a Kisvirág tánc csoport, ami sajnos már ma szintén nem működik. A mi gyerekeink meg azóta ugye 40 fölöttiek lettek, tehát ki is öregedtek ebből a táncból. Tehát szüreti bálokat szerveztünk, színdarabokat írtunk, a saját és a nyugdíjas kör, vagy az éppen betérő emberek szórakoztatására házhoz járó Mikulást szerveztünk. Nagyon érdekes dolog volt. Ez is elsőként csináltuk, hogy megkértük a szülőket, aki szeretné, hogy Mikulás menjen hozzá, egy pár sorba írja le a gyerekére jellemző dolgokat, készítsen össze egy kis csomagot, és akkor mi megadott időbe elmentünk hozzájuk, és megajándékoztuk a gyereket, megróttuk, ha kellett, vagy dicsértük, tehát nagyon-nagyon jó pofa dolog volt. Aztán a szüreti báloknál nagyon nehéz volt a szervezés, hogy lovaskocsikat, betyárokat, tehát lóháton lévő embereket beszervezzünk ebbe a társaságba. És hát nekem volt egy olyan mókás történet ezzel kapcsolatban, hogy egy egész délelőtt kellett a lovaknak szecskáznom, meg takarítani a trágyát azért, hogy az illető bácsi a lovaskocsijával eljöjjön és vigye a felvonulókat. És én az utolsó pillanatban értem haza, gyorsan átöltöztem a szüreti bálhoz illő paraszt viseletbe, fölpattantam a kis Simpsonomra, bőszoknyába, ugye potkonyki vagy csepesz a fejemen, és rohantam le a műfázba, mert akkor már állt a sor, hogy indul a menet, és úgy csatlakoztam hozzájuk. Tehát voltak ilyen történetek. Akkor ez a társaság, már heten maradtunk tulajdonképpen az elmúlt 30 évben, hétfőre csökkent, de átmentünk baráti körbe. Emlékeztek, ezzel kezdtük. Ez volt az első fellépésünk, a Kánkán. Igen. Farsang alkalmával. És akkor utána jött, amikor elkezdtünk darabokat írni, mert ugye ezt a darabot is, hogy igen, hogy viselkednek a falusiak akkor, amikor valaki megbetegszik, és hogy látogatják meg a kórházba. És nagyon tetszett minden idősnek, mert mindenki magára ismert bizony. Ez ugye nem csak egy művelődési kör, hanem ez egy baráti társaság, ahogy látom. Igen, mi nagyon szívesen összejövünk, nem csak a rendezvények, meg a kulturális programok szervezésekor, hanem nagyon szívesen együtt vagyunk a szabadidőnkben is. Nagyon gyakran elmegyünk kirándulni, közös összejöveteleket tartunk. Jártunk már többször Erdélyben, Szlovákiában, megnéztük az ország különböző nevezetességeit, megünnepeljük egymás névnapját, születésnapját, és nagyon-nagyon szeretünk egymás társaságában lenni. Az a gondunk sajnos, hogy a tavalyi évet mi se úgy éltük meg, mint ahogy szerettük volna. A rendezvények elmaradtak, így a feladataink is csökkentek, és sajnos az összejöveteleinket sem lehetett megtartani. Mindemellett van egy olyan vonala is ennek a dolognak, hogy ugye többen szlováknak vallják magukat, a szlovák önkormányzat munkájában is részt vesznek, így van ez? Igen, minden évben, amikor a Nemzetiségi Fesztivál megrendezése sorra került, akkor nagyon-nagyon sokat segítettünk, mert mi fogadtuk a csoportokat, az előkészületekben segítettünk, a csoportokat elláttuk, elkalauzoltuk, a fellépések sorrendjét megmondtuk nekik.
Úgyhogy ez volt a mi feladatunk, tehát végül is mi háttérben irányítottuk a feladatokat. Ha vége lesz a járványnak egyszer, mit terveznek? Egyrészt, mint baráti kör, kirándulásokat, egyebeket, másrészt a munkacsoport, gondolom, hogy tervez feladatokat is magának. Abban reménykedünk, hogy az idén visszáll minden a régi kerékvágásába, és újraindulnak a fesztiválok, rendezvények, amiben kulturális programok, amiben nagyon-nagyon sokat fogunk majd segíteni. Már beszéltünk is a faluház, vagy a művelődési ház mostani vezetésével, akik elfogadták a felajánlásunkat, úgyhogy alig várjuk, hogy újra aktívan dolgozhassunk. És hozzá kell tennem, hogy ugye az elmúlt 30 évben nagyon sok művelődési házigazgató volt itt Kerepesen, és mókásan, hogy apáról fiúra szállnak a dolgok. Hát itt művelődési ház vezetőről művelődési ház vezetőre szállt az, hogy itt van ez a kis társaság, lehet őket dolgoztatni, és nagyon szívesen bármibe részt vesznek, azért, hogy a városba élő emberek jobban érezzék magukat.